közös megegyezés és a sok egyeztetés után Vörös Sándor a Holdbeli Szónakhoz című művét fogjuk előadni közösen. Immár harmadik alkalommal szervezik meg városunkban az Ádámok és Évák ünnepét. A Bartók Kamara Színház 2013-ban csatlakozott a mára országos szintűvé vált kezdeményezéshez, amelyet a szolnoki Szigligeti Színház indított el. A játékban csak középiskolás diákok vehetnek részt, akiknek különböző jeleneteket kell előadniuk egy megadott színdarabból. Megrázol, és kérlek szépen 20 iskolát. A programba idén 10 intézményből összesen 11 csoport jelentkezett. A dunaújvárosi középiskolák mellett érkeztek csapatok Simontornyáról, Pusztaszabolcsról, illetve Tolnáról is. A játékosoknak Vörös Sándor a Holdbéli Csónakos című művét kell előadniuk. A feldolgozandó jelenetet sorsolás útján kapták meg a résztvevők. Ez egyfelől egy gyönyörűséges szerelmi történet. Mélységes, mély emberi vágyakról szól, arról, hogy mindig arra vágyunk, ami elérhetetlen, és nem vesszük észre magunk körül azt, aminek örülni kellene, és ami előre visz bennünket. Hát mindenki magába gondol, pontosan tudja, hogy van ez. De ugyanakkor van egy olyan vonulata is ennek a darabnak, hogy vannak ezek a kiérlelt, nagyszerű, több évezredes kultúrák, mondjuk a krétai kultúra, mondjuk a kínai kultúra, és ahhoz képest mi még kicsit fiatalkák vagyunk, mondja ezt Vörös Sándor, sugalmazza ezt. Tehát van ennek a darabnak sok-sok rétege, amit meg kell fejteni majd az alkotóknak. Itt egy kicsit szorosabb együttműködés kellene a mentorok között. A csapatokat minden évben egy-egy mentor segíti. Dubai Péter idén 2 csapatot felügyel. Mint mondta, a próbák hamarosan elkezdődnek. A diákok szabadon választhatják meg, hogy milyen stílusban és felfogásban dolgozzák fel a művet. Általában a diákok kedvelnek. Igyekszem azért háttérbe szorulni, tehát hogy az ő első gondolkodás, hogy ők mit gondolnak először, azt megbeszéljük, hogy ők mit szeretnének színpadra vinni, és akkor abban segítem őket, hogy ezt kibontakoztassuk. A tanulók maximum 10 percben mutathatják be történeteiket. Az előadás után a zsűri díjakkal jutalmazza a csoportokat és a szereplőket. A bemutató tervezett időpontja tavasszal lesz.